harmadik alkalommal állította ki képeit Nagykanizsán Gránic Miklós, aki ezúttal a Gágyörgyel közösen szerkesztett örök Zsongárt, Kolozsvári Sírkertje a Századok Sodrában című kötetek képjanyagának legjobbát hozta el. Tulajdonképpen egy rádióhír ébresztette fel a kíváncsiságomat, amely hajdanán, amely arról szólt, hogy rongálják a házsongár ez egy nagyon lényeges, rövid, tőmondatos hír volt, de általában a hírek mögött sokkal több van, mint amit a hírek eljuttatnak a befogadókhoz. Ez, ez egy nagy kíváncsiságot ébresztett bennem, és elhatározás is született, hogy a házsongár temetőt meglátogatom. A fotoművész éveken át fotózta a veszélyben lévő magyar sírköveket, a kriptákat, az emlékműveket és a halotti címereket Európa egyik legrékibb temetőjében. Az ott készült képekből összeállított kiállítást Balog László polgármester nyitotta meg. Mint a nemzet egyik nagyon fontos panteonjáról, látunk itt nagyon szép és méltóságos fotókat, amelyek figyelmeztetnek arra, hogy a nemzetnek ezt a Kárpát-medence szíve, szívében található kincsét meg kell őriznünk. Ott Kolozsváron, és persze mindenhol a saját környezetünkben, ahol tudunk emlékezni és figyelni a jelenünkre és a jövőnkre is. A megnyitott követően Gránic Miklós tárlatvezetést is tartott az érdeklődőknek. A kiállítás március 19-ig látható a HSMK Ősze András Galériájában.